Nógrád megyében vagyunk, én pedig Skuci Nándor vagyok, a Nógrád megyei közgyűlés elnöke, és volt egy kezdeményezésünk a Covid járvány elején, még 2020. április 1-én tartottam egy sajtótájékoztatót, amiben a kezdeményezésnek a lényege az volt, hogy egy Vedd a Nógrádit online piacteret hozzunk létre, ezzel sarkalva a helyi termelőket, illetve a Nógrád megyében élő vagy ide látogató embereket, hogy vegyenek nógrádi termékeket. Az agráriumban tevékenykedő termelőket hívtuk partnerül. Az egész gazdaság úgy bezuhant egy kicsit a Covidnak köszönhetően, és a megyei önkormányzat úgy gondolta, hogy egy ilyen infrastrukturális hátteret és egy kis humán hátteret biztosít a Nógrád megyei gazdáknak, hogy esetleg ebből a válságból ki tudjanak lábalni. És akkor egy hosszas telefonálás és adminisztratív munka következtében és egyeztetések végén létrejött egy ilyen Nógrád megyei termelői lista, akik szívesen szerepeltek volna az általunk készített honlapon, ez lett a veddanógrádit.hu, és ez nagyon fontos volt, hogy minden termelőnek ingyenes volt a csatlakozás ehhez, és ezen a honlapon mi meg tudtuk az ő elérhetőségeiket jeleníteni, termékeikről, fényképeket, a vállalkozásukról egy rövid leírást, illetve hogyha volt közösségi média felületük, azokat is belinkeltük e-mail címmel, minden elérhetőséggel együtt. Jelenleg egy ilyen 80 fős közösség, ez a veddanógrádit.hu, az oldalon pedig egy térképes navigáció is segíti az embert a Nógrád megyében, bárhol elérhető az oldalon fent lévő termelőket, beírunk egy kulcsszót, hogy például méz, vagy tojás, vagy sajt, és akkor azonnal kidobja, hogy az a 6-8-10 termelő, aki ezzel foglalkozik, mi a lakcíme, hol érhető el. Volt egy marketing akciónk, amikor is a Nógrád megyei hírlappal kooperálva minden termelőt bemutattunk, és ott készített velük az újság egy interjút, illetve egyéb olyan marketingeszközöket is igénybe vettünk, amivel szórólapon, vagy újságban, vagy akár a mi helyi médiában, rádióban, tévében meg tudtuk jeleníteni azokat a gazdákat, akik erre érdeklődést mutattak. Ez volt a Vedd a Nógrádit 1.0, mondhatjuk. Aztán ezt tovább fejlesztettük, ugyanis megjelentünk a Facebook felületén, és egy nagyon sok egyéb olyan nem statikus hírt is meg tudtunk osztani, ami a honlapon lehetetlen lett volna. Termelői vásár, esetleg mi az önkormányzat, hol szervezünk valahol, ahova várjuk a jelentkezéseket. Tehát, hogyha ez volt a 2.0, ez a Facebook jelenlét, ahol a média kampányunkat is be tudtuk mutatni, termelőkkel készített megyei írott és elektronikus médiában megjelent cikkeket tudtunk feltenni, akkor hát most tartunk a 3.0-nál, azaz a tervezésnél, a hogyan továbbnál, és itt például meg tudnám említeni azt az elképzelést, hogy majd egy webshopot talán létre tudnánk hozni, vagy esetleg más megyében hasonló tevékenységgel működő projektekkel, hogy tudnánk közösen dolgozni, itt említeném a Food Corridors-t, esetleg termelési raktárkapacitást, hűtőházi kapacitást is tudnánk majd igénybe venni, ha már létezik és felállt ez a webshop rendszer. Ezt egyelőre nagyon félve mondom, mert nyilván az ember felelőtlenül nem szeretne ígérgetni, amikor erre megvan az a forrás, ami nem csak egy, hanem több évig is biztosítja a lehetőségét, hogy ez fenntarthatóan megmaradjon, akkor beszélnénk erről nyilvánosabban. Ezek egyelőre a tervek, a tovább lépés a Vedd a Nógrád 3.0 keretében. Egyelőre ott tartunk, hogy van egy nagyon szép kis honlapunk, 80 termelővel, van egy közösségi felületünk, több mint 2000 követővel, az eléréseink azok valamikor több tízezres számot is mutatnak, és ha már Facebook meg ilyen elérés, akkor egy nagyon ügyes kis sztorit megosztanék. Van egy, most a héten jelent meg a Nógrád megyei médiában egy riport egy tari pékmesterről, aki 70 év munkássága után vonult nyugdíjba, 84 évesen, és én beszéltem vele telefonon, amikor indult a Vedd a Nógrádit. Ő volt az egyetlen ember, akit vonalas telefonon hívtunk fel. És hát meg tudtam róla győzni, illetve nem is kellett sokáig győzködni, ez volt a furcsa, hogy elmagyaráztam, hogy mi ez a honlap, meg térképes keresés, meg elérhetőség, mindene volt az öregnek, és a tari polgármester is nagyon sokat segített, ő ment ki a helyszínre fényképezni, mert hát nyilván nem várhattuk el a mestertől, hogy 80x évesen körbe fotózza a műhelyét, de nagyon készséges volt, és körülbelül egy fél óra alatt fent volt a Vedd a Nógrádit honlapon.
Aztán ugye mivel érdekes a sztoria, mert 80 éves elmúlt és még mindig végezte a munkáját, a Nógrád megyei hírlapban megjelent egy féloldalas cikk, azt mi a Facebook felületen továbbosztottuk, az is 10 000-es elérésnél tartott, és pont egy friss hír, azt hiszem a héten jelent meg, hogy nyugdíjba megy, de ezt is már az újság hozta le. Szerénytelenül mondhatom, hogy lehet, hogy annak köszönhető, hogy bevittük a köztudatba a termelőinket. De nagyon sok ilyen véletlenszerű dolog volt, amikor például a szálláshelyeket is jártuk, ugyanis volt a Vedda Nógráditnak egy ilyen funkciója is, hogy készítettünk egy kis bekeretezett képet, egy rövid szöveggel, hogy mi ez a Vedda Nógrádit honlap, és szerepelt ezen egy QR kód. És az a QR kód azonnal a veddanógrádit.hu-ra navigálja az embert, és ezeket Nógrád megye szálláshelyen elhelyeztük a recepciókon, 4 csillagos szállodáktól kezdve vendégházakig, és az ott szállását eltöltő vendég, vagy a recepcióba érkező vendég csak az okostelefonnal rámegy a QR kód, és azonnal látja, hogy hol találhatóak a környékén, Nógrád megyében is milyen jellegű termékek. És hát ennek is nagyon nagy sikere volt. És éppen az egyik ilyen vendégházhoz mentünk bánkon, ahol a tulajdonossal megbeszéltük, hogy elhelyezhetjük-e itt a pulton, és mondta, hogy igen, szívesen, de ő neki is van egy másik vállalkozása, ami pedig nagyon érdekes és izgalmas nevű sült teát készít. És mi is hallottunk erről, aztán megfuttattuk ezt a dolgot is Facebookon róla, és lejött egy egész oldalas riport a megyei médiában, és az is 17 000-es eléréssel ment körbe. Tehát ezek olyan jó dolgok, amikor így hátradőlünk, és úgy érezzük, hogy na, ma se a vizet gerebjéztük, hanem történt valami érdemben, és nagyon bízunk benne, és reméljük, hogy a termelők is észreveszik ezeket az aktivitásokat, és az ő portékáik is jobban forognak nekünk köszönhetően, vagy a mi munkánk által, ezt remélni tudjuk. Ez egy gondolkodásmód és egy lokálpatriota gazdaságpolitika, amiben én hiszek, vagy amiben hiszünk a kollégáimmal együtt. Abban, hogy a nógrádi embereknek, igenis a nógrádi emberek tudnak a legtöbbet segíteni. Hogyha az itt megtermelt javakat, ugye minél többet itteni emberek vesznek meg, akkor itt adnak munkát azoknak a vállalkozásoknak, akik ebben többet és többet tudnak napról napra termelni, legyen az akár állattartás, vagy kertészeti termékek, vagy más feldolgozott termékek. Tehát egy olyan gondolkodásmódot szeretnénk elsősorban üzenni a nógrádi embereknek, az itt élőknek, és nem csak a gazdáknak, hanem a magánszemélyeknek, vagy akár az önkormányzatoknak, akik konyhákon keresztül használják föl ezeket az agráriumon megtermelt portékákat, hogy vegyenek nógrádit, és ne a nagy szupermarketekbe menjenek be, mert hogy ez egészséges, ez környezetbarát, ez az itteni gazdaságot erősít, és igenis ez segít a Nógrád megyei embereknek, a Nógrád gazdaságának. Ez egy küldetése, ha úgy tetszik, a megyei önkormányzatnak.